Gárdonyi Géza, Egri csillagok. Az ötödik részben járunk, ez a holdfogyatkozás, és ebből a második fejezet fog következni, Jancsika kardja. Hegedűs keserűen mutatott a kivégzésre. Tessék, vetette oda Gergelynek. Ha eszünk volna, nem dobnánk oda az életünket hiába. A királyi segítség sehol. A pogány meg, mint a tenger. Ostoba beszéd, kiáltotta Gergely. Meg akarod félemlíteni az embereinket? A bástyán távolabb ott állt Dobó is, mellette Cecei botra támaszkodva. Ott volt Zoltai, Fügedi meg Márton pap is. Dobó csak Gergely szavára lett figyelmes. Elképedve bámult Hegedűsre. Hegedűs dühösen nézett vissza Gergelyre. Idősebb katona vagyok, mint te, tacskó. Hogy mersz engem kioktatni? Előrántotta a kardját, Gergely is kardot rántott. Dobó közéjük lépett. Az ostrom után elvégezhetitek. De még tart az ostrom, ne merjetek egymásra kardot húzni. A két hadnagy visszadugta a kardját. Az ostrom után, vetette oda a fenyegető pillantással Hegedűs. Nem bújok el, felelte Gergely fagyosan. Dobót elkedvetlenítette az összeszólalkozás. Mi lesz velük, ha már a tisztek is ellenséget látnak egymásban? Később a külső bástyánál megkereste Gergelyt. Belekarolt. Édesfiam, már egy hete figyellek téged. Mi bajod? Nem ilyen szoktál te lenni? Uram, felelte Gergely remegő hangon, nem akartam ezzel terhelni, de ha már kérdezi, megmondom. Mióta a várat megszállták, minden éjjel bekiáltják, hogy náluk van a kisfiam. Hazug beszéd. Én is azt gondoltam, de ma egy hete bedobtak a várba egy kis kardot. Az az én fiamé. Még kegyelmed adta nekem, mikor először találkoztunk. De hogy került ide Sopronból? Érthetetlen, felelte Dobó a fejét rázva. Jumurcsáknak, azaz Dervis Bégnek volt egy szerencsegyűrűje. Azt elvette tőle Gábor pap, és nekem hagyta. Azóta az a bolond török mindig azt keresi. Azt sem értem, honnan tudja, hogy nálam van. Hát ördög vigye el azt a gyűrűt! Dobd ki neki! Gergely levette a sisakját, és megtörölte a homlokát. Hát éppen ez az, hogy nincs itt nálam az a gyűrű. Otthon hagytam. Dobó megvakarta az állát. Még ma éjjel megtudjuk, igazat szólta a félszemű, oda vezette magához az egyik török rapot. Vedd le róla a láncot, mondta az őrnek Dobó. Elmész Dervis Béghez. Egy magyar kisfiút tart fogságban. Megmondod neki, hogy ha holnap reggel idehozza a patakra nyíló kapuhoz azt a kisfiút, megkapja érte, amit kíván. Értem, uram. Gergely dobogó szívvel sietett a bástyára, aggódott kisfiáért. Bár csak jönne már a reggel. Az árnyékból pisszegés hallatszott. Gergely oda nézett, Sárközit látta. Mit akarsz? Kérdezte Gergely kedvetlenül. A cigány fölkelt és azt suttogta. Baj van, nagyságos Gergely uram! Mikor az este az ókapunál egy kassai katona sisakját javítottam, Hegedűs hadnagy úr arról beszélt, hogy mikor ostrom van, duplán járna a fizetség. A katonák morogtak Dobó nagyságos úrra. Azt mondták, hogy a terek minden jót ígér. Ő meg semmit. Valamit csinálni akarnak. Gergelynek elakadt a lélegzete. Megcseihez vezette a cigányt. Pista, mondta. Hallgasd meg Sárközit. És ott hagyta őket. Tehát ez a rész a Jancsika kardja, és akkor jöjjenek a kérdések. Az első kérdésem az lenne, hogy kivel szólalkozik össze a fejezet elején
Gergely, tehát kivel kerül konfliktusba. A második kérdésem az lenne, hogy miből gondolja az Gergely, hogy tényleg a törököknél lehet az ő kisfia. És a harmadik kérdés pedig az, hogy mi az, amit megtudott Sárközi, és amit elmesél Gergelynek, vagy később Megcseinek is.